Ön személyesen egy szerény embernek tartja magát? Hogyne. Én saját magamat? Így van, ön saját magát. Hát miért maga szerény, hogy ide nyomja ezt a mikrofont az orrom alá? Imádom. Nem hoztam innivalót, várjatok. Egy pillanat. De amúgy egy percet amúgy is láttam már belőle. Akkor hát szólt Mészáros Lőrinc jaktozása, hogy Gulyás Gergely és Kövér László is kifejezte a nem tetszését. Kisebb hajó, nagyobb szerénység. A 22. köcsei találkozón arról kérdeztük a meghívottakat, ők szerényen élnek-e, és szerintük van-e elég szerénység a Fideszben? Hát biztos, hogy van, aki nem szerény, de szerintem összességében az urak szerények. Ön szerény embernek tartja magát? Ilyen kérdésekre maga szerint mi a helyes válasz? Hát nem tudom, ön szerint. Édesapám, édesemám mindig nagyon szerettek. Úgy gondolom, hogy Isten haza, család, közösség előtt mindig tisztelek, ismerettel álltam. A Fidesz holdudvarát kellően szerénynek tartja? Szerintem... Főleg a Lőrincset. Minden embernek megvan a maga standardja, egy zsinórmértéke, ami szerint él. Én egy zeneiskolás sportoló lány voltam, nekem ez a zsinórmértékem, és mindig ennek a belső standardnek próbálok megfelelni. És ennek a belső standardnek gondolom megfelel az, hogy pár milliárd forintos jaktod, az még úgy szerény, nem? De hogyha mondjuk már 50 milliárd forintos jaktod van, akkor az már lehet, hogy nem szerény. Hogy nem tudom, mennyibe kell egy jakt, b***z meg. Nem mozgok fideszes körökbe sajnos. Csak 27 milliárd? Figyelj, az amúgy, az még szerény, nem? De hogyha 50 lenne, akkor már azt mondanám, hogy na, ez sok. Álljon meg a menet. Mit gondol Mészáros Lőrinc jaktjáról? Kellő méretű, lehetne nagyobb, kisebb? Nem láttam, kipróbálnám. Hát nem az övét, mit tudom én kiért, egy jó jachtot, hát most látja, hogy a hármason van. Úgyhogy ha elég fasz bekapsz hozzá, akkor biztosan ki tud próbálni. Ez fix. De akkor valamit mégiscsak látott a jachtból, hogyha akkor tud erről. Minden újság tele volt tele. Na, akkor mi a véleménye róla? Ez egy jó jacht? Egészségükre. Azt sem tudom, hogy mit jelent nagyvállalkozónak lenni. Csak ha egy ilyen szerepet kapok, akkor majd eljátszom. Én szeretem a lölőt, jobban vagyunk. A3-ason van közben ott egy Q3, ami bolond 5 milliával több. Nem tudja, milyen autója van. Én nem vágom az autókat, de azért sajátomat szerintem tudnám. Azt megjegyezném, amikor megvásárolom. Na, ez egy ilyen autó. Az autókhoz mindig úgy álltam hozzá, hogy van 4 kereke és megy. Ennyi. Kiskoromban se érdekeltek sose az autók. Versenyzős játékok se, sose. Tényleg. VR-ba játszani versenyzős játékokat, az nagyon jó. Kormánnyal. Mások számára már túlzás. És akkor egy miniszternek, aki közvetlen a miniszterelnök mellett van, gondolom kötelessége ezt megtenni. De akkor kinek túlzás, kik azok, akiknek Mészáros Lőrinc túlzás lehet? Az ő dolguk. Én jóban vagyok vele. Akkor önnek nem túlzás. És jóban is akar vele maradni, úgy látom. De, ne, hagyjuk ezt, jó? Én nem kutatom úgy, mint maguk Mészáros Lőrinc magánéletét. Én amikor találkozom vele, régóta ismerem, akkor mi szeretettel üdvözöljük egymást. Miről szoktak beszélni? Például a fociról. Szerintem, ha valaki... Mély téma. Rákai Filip influencer. Elhányom magam. Legyen az bárki magyar. Elment az itt vágyom. A leadózott pénzéből bármit is vásárol, akkor azt magának kell eldöntenie, hogy hol van az a határ, amit megengedhet magának, és amivel esetleg idegesíthet bárki másokat. Szép gondolat. Csak az a probléma, hogy nem a saját munkájával szerezte meg valószínűleg azt a pénzt, vagy hát nem becsületes munkával szerezte meg azt a pénzt. És lehet, hogy nem is adózta le. Szóval itt a két dolog, amit mondott, az egyben elesik. Ki tudja, biztos leadózta. De hát a lopott pénzt leadózni, meg hát az adó az ugyanúgy oda megy vissza, ugyanúgy az ő zsebébe megy az adó is lényegében, és az ő zsebükbe. Lényegében kurvára mindegy, hogy leadózta vagy nem. Ha Mészáros Lőrinc azt gondolja, hogy ez belefér, akkor lelke rajta. De ugye ez a jacht, ez harmadrészt egy állami tulajdonú banknak a leasing cégéje. Mennyire éri meg Orbán segget nyalni? Na itt a másik futóbolond. Futóbolond. A futóbolond az nem inkább az, aki a kérdések elől menekül? Mikor egy újságíró próbál tőle kérdezni valamit, ami egy kicsit is nem tetszik neki, és hoppá. Nem az a futóbolond, aki a fideszes, nem tudom megfogalmazni, mondatom, mert zabálásra koncentrálok, és a dagadt agyam nem tud egyszerre rágni és beszélni. Nem az az ember futóbolond, aki elmenekül a kérdések elől? Csak kérdezem, mert ez amúgy eléggé bevett séma a fideszes körökbe. Szerintem, aki újságíró elmenekül, annak van félnivalója. Én azt mondom. Értem. Nem minden fidesz, nem minden ügyész fideszes, meg nem minden bíró fideszes. Még. De rajta múlik nyilván az lesz. Szerintem van 10 méter, ezt már nem tudom kifejteni.
De hát megállhat esetleg. Há, igen, igen, de hívott természet. Ja, igen, ez jó kifogás, ez jó kifogás. A trombitás még ennyire sem volt okos, hogy mondja, hogy el kell menni a WC-re. Ez a legrosszabb dolog. Jaj, jaj, úristen, szarnia kell. Erre nem tudok most válaszolni, mert kakáznom kell. Aztán majd, ha kifostam a belemet, akkor utána sem fogok válaszolni, mert azután meg majd pisilnem kell, azután meg majd megint kakálnom, és ez fog menni. Ez a körforgása. Hát az életnek is amúgy lényegében ez a körforgása, szóval annyira nem mondott vele rosszat. Én próbálok példamutató életet élni, aztán hogy a többiek ebben nekem társaim vagy nem, azt majd önök megítélik. Gulyás Gergely azt mondta, hogy Mészáros Lőrincnek kisebb jaktra és nagyobb szerénységre lenne szüksége, ön osztja ezt a kritikát? Nem tudom megítélni, mert én a Lőrincet tulajdonképpen a Puskás Akadémián keresztül ismerem igazán jól. És a többit meg nem, én politikus vagyok, ő meg egy gazdasági ember. Ennyi véleményem erről, de kifejtem, miért? Most, hogyha valaki személyesen ismer valakit, pont hogy akkor tudja legjobban megítélni, nem? Hogyha nem csak a hírekből látja, hanem látja azt, hogy a tettei, azok mondjuk szembe mennek azzal, amiket mondanak, vagy mondjuk amit a kormány mond. Szerintem is egy kicsit szerényebbnek kéne lennie, de úgy látszik, hogyha ismerik egymást az emberek, akkor nem szabad kritizálni. Igazgató asszony, bocsánat, ön kellően szerénynek tartja magát és a Fidesz holdudvarát? Én szerény vagyok, igen. Köszönöm. Havasi úr, Orbán Viktor, ön szerint kellően szerény életmódot folytat? Kellően szerény életmódot folytat a miniszterelnök? Hát ez szerintem ez filozófiai kérdés. És, de ő szokott filozofálgatni biztos? Én nem szoktam. Nem, az a legfontosabb, az egyik legfontosabb szabályom, yeah, hogy ne filozofáljak. Személyesen zavar-e Mészáros Lőrinci aktja? Nem. Engem nem. Ő egy gazd... Nem zavarja. Figyelj, nem az ő pénzéből van, lehetséges, hogy nem az adófizetők pénzéből. Ki tudja? Ki tudja? Gazdag ember úgy él, ahogy a gazdag emberek élnek. Mi ebben olyan szokatlan? Nem ő az egyetlen gazdag ember. De Gulyás... Nem ő. Tényleg nem ő az egyetlen gazdag ember, csak hogy ilyen rapid módon szerezte meg azt a pénzt, az kicsit kérdőjeles szerintem. Rajál Szabi szabolt rám, hallod? Na ez. De ettől puszipajtások leszünk most, azt hiszi, de ugyanúgy szét fogom fikálni az albumját. Most próbálj bebiztosítani magát, hogy szépeket mondjak, de nem. Csak csúnyákat fogok mondani. Gergely mégis úgy érezte, hogy érdemes szólni Mészáros Lőrincnek, hogy kisebb jakt és nagyobb szerénység. Akkor hát Gulyás Gergely téved? Beszélne Gulyás Gergellyel. Rajtam nem látnak egy drága órát, egy szép gyűrűt, egy izgalmas ruhát, semmit. Én személyesen is ismerem Mészáros Lőrincet. Azt tudom. De ez miért szempont ebben a kérdésben? Ez miért szempont? Ezt nem értem amúgy. Kit érdekel, hogy személyesen is ismeri? Legalább 80 ezer embernek ad kenyeret, nagyon sokat jótékonykodik, hogyha meggazdagodott, ahogy mondják, fölvitte az Isten a dolgát, abban nagyon sok munka lehet. Az Isten volt. Cuti az Isten volt. Szerint a Fidesz holdudvarában vannak olyan emberek, akikre még vonatkozhatna ez a szerénységi felszólítás? Ez nem csak a Fidesz holdudvarára vonatkozik, hanem általában mindenkire, akinek hirtelen sok pénze lesz. És miért lett hirtelen ilyen sok pénze Mészáros Lőrincnek? Hát, hogy a hirtelenséget azt úgy értem, hogy mondjuk 1990 óta elég sok embernek lett hirtelen sok pénze, tehát hogy az összes ilyen hirtelen 30 év alatt meggazdagodott embernek, én úgy gondolom, hogy illene ezt tiszteletben tartania. Tehát azért a 30 év az nem hirtelen. Szerintem Mészáros Lőrinc az nem 30 év alatt gazdagodott, meg ilyen gyorsan. Hirtelen 30 év, azért nem is éltem annyit vágod, tehát így ott. De az Mészáros Lőrincnek inkább 2010 óta lett hirtelen nagyon sok pénze, nem? A hirtelennek különböző szakaszai vannak. Értem, és ez egy erősebb szakasz a hirtelennek akkor az utóbbi 13 év. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi 13 évben Magyarországon mindenki tudott lépni egyet előre. Tehát, hogy mindenki... Azért az elég nagyot mondott, nem? Ezt kérdezik meg azoktól az emberektől is, akiknek nem jött kaja, omladozik a házuk, nem tudnak fűteni, olyan iskolába megy a gyerek tanulni, ahol konténerekbe tanulnak a gyerekek, és patkányok vannak mindenhol. Ez nem, mi olyan, az melyik országban van, az nem Magyarországon van. Az a baj, hogy ezek az emberek egy olyan szemüvegen keresztül látják a világot, hogy nem a valóságban élnek. Van egy bizonyos buborék, amiben ők benne vannak, meg ott vannak sok kis gazdag ember, meg az ismerősök, meg a fideszesek, meg minden. Ezekben a körökben mozognak, és persze, hogyha azt látjuk, hogy minden ismerősünk elviszi a privát elit óvodába a gyereket, meg az elit iskolákba, meg kurva jól élnek, meg úristen, mennyire előre léptünk. Igen, csak az a baj, mindenki más hátra lépett.
és nem a saját hibájukból. Ez a kibaszott probléma, amit ők nem fognak megérteni soha, mert nincs eléjük rakva, nem olvassák ezeket a médiumokat, nem fogyasztják, nem tudják, hogy mi van, vagy csak szimplán annyira elvakultak lettek, hogy nem érdekli őket. De tényleg nem mennek ki az utcára? Budapesten nem kell 5 percnél tovább sétálni, lássa egy hajléktalant. Vagy egy olyan embert, aki csak úgy néz ki, mint egy hajléktalan, mert olyan kevés pénze van, hogy fürdeni nem tud. A hirtelennek különböző szakaszai vannak. Nyáron június 21-kel is járja kiskolába, mert nincs fűtésre pénz. Ja, hát igen, amúgy a téli szünetet meg kellett hosszabbítani a gyerekeknek azért, hogy ne kelljen fűteni az iskoláknak, hogy ne menjenek csődbe. Igen, Magyarország kurvára előre halad ebből a szempontból. Úr, tényleg hogy lehet ekkorákat mondani? Kíváncsi vagyok, hogy megy tovább ez most. Hogy légy tudnak, hány százalékkal lett hajléktalan önhibából egyébként? Erre van valami kutatás? Figyelj! Én azt azért nem mondanám, hogy a hajléktalanok nagy része a saját hibáján kívül lett hajléktalan, tehát ott azért az alkohol kurva sok hajléktalannak rájátszik az életének sorsára, de biztosan van olyan ember, aki nem azért lett hajléktalan, mert azt szeretett volna lenni, mivel senki nem szeretne az lenni, csak hát nem mindenki úgy kovácsolja az életét, ahogy ja, sokan a Covid alatt lettek azok, igen. Persze, nem tudtak dolgozni menni, nem mindenki tudja megcsinálni a home office-t, érted? Most egy asztalos, hogy csinálj meg a home office-t. Sokkal kevesebb pénzük lett így az embereknek, és a kormány egyáltalán nem segítette ki őket. Meg hát a melóhelyeken is, anyám folyton panaszkodott, hogy a melóhelyen konkrétan ül az irodában, és megfagy a picsája vágod. Kellett venni neki egy ilyen szék alá tehetős, mi az Isten, párnát, vágjátok, amit be lehet dugni a gépbe, és akkor melegít. Olyan szinten fázott, mert azt hiszem, hogy 16 foknak kell lennie minimum, az volt a megszabott, vagy meg volt szabva egy minimum hőmérséklet, 18. Tehát minimum 18 foknak kell lenni, mert az ideális az, hogy dolgozzál benne mondjuk egy irodai munkát. Hát ne haragudj, a 18 fok szerintem ahhoz, hogy 8 órát üljél benne, nem tudom, az annyira nem kellemes, szerintem. Az kurvára nem ideális. Egész ideig nem volt lezárva az utca, viszont Orbán Viktor érkezése előtt néhány perccel kijöttek a biztonsági őrök, és egy kordont húztak ki ide az útra, és nem lehet az újságíróknak a kordonon túllépniük. Hoppá! Van lőlő jelenség? Is there any question? Ja? Nincsen question, mert nem mehetnek oda. Mindent a Balázsnak! Jó napot kívánok! Viktor, mész a börtönbe? Jó napot kívánok! Viktor, mész a börtönbe? Miniszter úr, jó napot, ön kellően szerint? Imádom! Ez amúgy tényleg nagyon jó, hogy így bekiabálnak neki. Nem tudom, hogy így ilyenkor szokott-e gondolkodni, hogy valamiért történik ez. Vagy mit gondolhat az, hogy ezek buták és agymosodtak? Agymosott Lipsi biztos az összes. Minden ember, aki egy kicsit is ki van akadva. Viktor, mész a börtönbe? Viktor, mész a börtönbe? Miniszter úr, jó napot, ön kellően szerényen él? Kívánok. Én azt gondolom, hogy rendkívül. Te a Fidesz és a Holdudvar az kellő szerénységgel él? Hát van, aki igen, van, aki nem. És ki az, aki nem? Ön például kellően szerény? Igyekszem. És ki az, aki nem? Szép napot. Azt gondolom, hogy olyan munkatársakat válogattam magam köré, akik normálisak, én pedig igyekszem polgárként élni Magyarországon. És a miniszterelnök mi a helyzet, ő szerényen él? Szerintem a miniszterelnök is polgárként él Magyarországon. Hát tulajdonképpen, amikor ugye azt kérdezik, hogy szerénység, szerintem ez abszolút egy ilyen szubjektív és részben objektív dolog. Nekem, hogyha lenne mondjuk... Szubjektív és részben objektív? Hogy értelmeztik ezt a kérdést, uram? Én csak nekem, én egy kivételes helyzetben vagyok. Én vagyok a kormány egyetlen csónaképítő asztalos tagja, úgyhogy én minden vízi járművel szakmai kontaktusba állok. Hát akkor egy szakmai elemzést esetleg erről a jachtról, ami Mészáros Lőrincet látták, hogyha kérem. Kajakkenu, Margit sziget, kajakkenu, annál nagyobbat. Hogy de népszerű lettem. Akkor ön egy szerényebb ember. Hogy de népszerű lettem. Mint Mészáros Lőrinc. Hát túrakenu van, úgyhogy ez töredelmesen bevallom, hogy túrakenu van. Én rocker vagyok. Ajaj, rocker. Gajdis Otto, rocker. Tankcsapda. Nem kell hajó, nem kell repülőgép. Van mit ennem, van hol aludnom. Na, akkor ez egy bátor kiállás. Na. De én ne hagyd ne szóljak bele mások életében, jó? Ez az én vélemény. Jó napot kívánok, egy kérdés a Telexnek szabad. Ön kellően szerényen él? Mert Gulyás Gergely azt mondta, hogy Mészáros Lőrinc életne szerényebben. Mit gondol arról, Mészáros Lőrinc élhetne szerényebben? Be van neki kapcsolva az adblock amúgy, azért sétál így. Az arrogancia, fú de rossz. Néma, hát süket néma szegény, meg is sajnáltam egy kicsit. Hoppá!
Is there any question? Hello, Röfik. Hűha. Mekkora törölköző az, hogy körbeéri, bazd meg. Bocsánat, bocsánat! Kiengedtem a belső gondolataimat. Hadházi is eljött ide nyaralni. Ide jöhet a macska amúgy, mert látni akarják. Itt van a macska. De most eve. Gimiket. Ha lehánysz, le fog hányni. Csak nem. Vegyetek róla egy nagy pillantást, jó? Itt van. This is her. Csak könnyű, de miért a billentyűzet meg az asztal érdekli amúgy? Nem értem. Meg a telefonom. Ezek a dolgok a legjobbak, igen. Megennétek? Most nézd meg. Miért ennéd meg? Olyan aranyos. Ki enné meg őt? Na mindegy, jó van, császtok, jó éjszakát, cső. Yes. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, a ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.